Sziasztok! A mai videóban a pattanásokról lesz szó, vagyis inkább arról, hogy hogyan tüntethetjük el, szabadulhatunk meg a pattanásoktól. Nekem az évek során nagyon-nagyon sokat javult a pattanás helyzetem, főként úgy, hogyha visszanézitek a nagyon kezdeti videóimat, főként az olyanokat, amiben sminkeltem, és a videó elején smink nélkül voltam, hát igen, azért voltak ott szép állapotok, de most már lekopogom, nem tudom, hogy hova, mert nincs semmi, amit tudok kopogni. Ehhez inkább nem jólok hozzá. A lényeg, hogy nagyon-nagyon sokat javult a bőröm állapota az utóbbi 2 évben, talán már is. Szerencsére szerintem megtaláltam azokat a termékeket, illetve az életmódomban tudom, hogy mire kell odafigyelni ahhoz, hogy a pattanások maximum csak a hónapnak abban a bizonyos néhány napjában jöjjenek elő, tudjátok, amikor így is úgy is elő fog jönni. A lényeg, hogy arra gondoltam, hogy ebben a videóban összefoglalom nektek az én legjobban bevált tippjeimet, illetve termékeimet, kezdjük is! Arra gondoltam, hogy a termékeket a videó végére hagyom, és elsőként azokat a dolgokat fogom nektek elmondani, amikre szerintem érdemes odafigyelni, ilyen hétköznapi apróságok. És az egyik legfontosabb, ami nálam life-changing volt, az az, hogy egy időben elkezdtem azt észrevenni, hogy az államon, itt ezen a területen pattanások, miteszerek jelennek meg, és inkább mint egy ilyen apró pici kiütések úgy néztek ki, és korábban ott soha nem voltak pattanásaim, ezért nem értettem, hogy hirtelenjében hogy jöttek azok elő, és aztán rájöttem, hogy azért, mert a telefonomat pont ugye mindig itt tartom, és kifejezetten ezen az oldalt alakultak ki ezek a kis apróságok, és aztán tényleg, ha belegondolsz, hogy a telefonodat mindenhová magaddal viszed, és például hiába, ha hazajövök, azonnal megmosom a kezemet, a telefonunkat nem szoktuk megmosni, és a metrós, meg buszos, meg mindenféle kutyás, macskás kezünkkel fogdossuk, szóval egy ilyen kész baktérium tenyészet az egész, úgyhogy amit mostanában csinálni szoktam, az, hogy hetente kézfertőtlenítővel átmegyek rajta, egyszerűen egy papírzsepire ráspriccelek egy kis kézfertőtlenítőt, és azzal áttörlöm a kijelzőjét, illetve a hátulját is, és ez nagyon-nagyon sokat segített nekem. Ez egy olyan apróság, amire soha nem gondoltam volna, pedig tényleg látványos változást tud hozni a bőrünkben. A másik szintén egy hasonló dolog, ha belegondolsz, hogy mi az, ami gyakran hozzáér az arcbőrödhöz, akkor az bizony a párnahúzat. Úgyhogy érdemes legalább hetente lecserélni az ágyneműdet és mindig frissíteni, mert mondjuk, ha esetleg délután kicsit pihizel, és mondjuk sminkben ráfekszel, meg megint csak az arcod napközben mindenféle baktériumot hordoz, és ráfekszel napközben a párnára, és este hiába mosod meg az arcodat, és tisztítod meg magad mindenhol, ha aztán este ráfekszel arra a piszkos párnahúzatra, az megint csak elősegíti azt, hogy pattanások képződjenek. Rengeteget számít az is, hogy milyenféle ételeket fogyasztasz. Én nagyon szeretem az apró kis ilyen magvas dolgokat, diót, a diák csemegét imádom, az ilyen kis magvas válogatásokat, de tudom nagyon jó, hogy ha eszek, akkor másnap egész biztosan ki fog pattogni tőle a bőröm, ugyanez van a csokis dolgokkal, nutellával, stb. Úgyhogy érdemes nektek is megnézni, hogy mi után pattanásosodik ki a bőrötök, és az ilyen csokiknál és a magvas dolgoknál egész biztosan, mert azok kifejezetten olyan dolgok, amik elősegítik ezt, úgyhogy próbáljátok annak visszafogni a mennyiségét, legalábbis a hajlamos vagy hajlamosak vagytok utána pattanásosodni. Pattanásosodni. Létezik egyáltalán ez a szó? Ami viszont házi kis praktika és sokat segít a pattanások eltüntetésében, az az aloe vera, mármint maga a kis növény. Van mindenféle pattanás eltávolító gél, tudjátok, amilyen pici kiszerelésben szokott lenni, és azt ígéri, hogy ha azzal bekened a pattanásodat, akkor másnapra el fog múlni. Na hát nekem ebből egy sem vált be eddig, lehet, hogy van belőle jó, én még nem találtam meg, viszont ha az aloe verával ugyanezt megcsinálod, akkor rengeteget tud segíteni. Nem kell más tenned, mint az aloe vera leveléből letörsz egy pici darabot, és az aloe vera nedvét, azt a zselés részt, egyszerűen ráteszed a pattanásodra, ahol érzed, hogy már ki fog jönni, vagy a gyulladt pattanásra, és rengeteget segít tényleg, úgyhogy nem hiába van egy csomó aloe vera tartalmú termék, mert tényleg nagyon hatásos. Ugyanez van például a teafaolajjal, amit szintén akár gyógyszertárban is tudsz venni, teljesen szűz kiszerelésben, és ha azt is közvetlenül a pattanásokra használod, akkor az nagyon hatásos. Aztán most pedig jöjjenek a kedvenc termékeim, ami az arctisztítást, illetve a pattanások eltávolítását illeti, akkor én egyértelműen a gyógyszertári készítményekre szavazok. A drogériások úgy összességében, így, hogy már rengeteg terméket kipróbáltam, nem igazán váltak be, és 3 gyógyszertári márka van, amit én nagyon imádok, ez a La Roche-Posay, az Eucerin és a Bioderma.
vagy bioderma, ki hogy hívja. A lényeg, hogy a gyógyszertári termékektől nem kell félni, nem kell elmenni előtte orvoshoz és feliratni, és csak receptre tudod kiváltani, ugyanúgy, mint bemész egy bármilyen boltba, kikéred az adott terméket, nem jár semmiféle extra, nem tudom micsodával. A lényeg, hogy legyetek bátrak, és nyugodtan vásároljatok gyógyszertárakba is asszisztító termékeket, mert tényleg nagyon-nagyon hatásosak. Amit én ki tudok emelni, mindhárom márkának egy-egy termékcsaládját, a Biodermánál ez a Sebium termékcsalád volt az, amit én nagyon imádtam, és ennek elhasználtam a micellás vizét, illetve az arctisztítóját is, majd mindenről rakok be képeket, hogy tudjátok, hogy pontosan miről beszélek. Gondoltam, hogy kiemelem azokat a dolgokat is, amit most épp aktuálisan nem használok, de korábban használtam és imádtam, és ezek tényleg olyan termékek, amiket 100%-ig nyugodt szívvel tudok nektek ajánlani. És ami a termékcsaládból még megvan, ez a zselés arctisztító, és ha hiszitek, ha nem, hónapok óta használom ezt a terméket. Amikor sok sminket viseltem aznap, akkor a kefés arctisztítómra ezt szoktam rárakni, és úgy távolítom el a sminkemet, és szó szerint nem akar belőle fogyni. Tényleg hónapok óta használom, és nagyon szeretem. A másik termékcsalád, amit biztosan kitaláltatok már, mert mindig beszélek róla pattanások kapcsán, az a La Roche-Posay Effaclar termékcsalád, azon belül is a micellás víz, valamint az Effaclar Duo Plus arckrém. És ez az arckrém az, ami nekem szerintem a legeslegnagyobb változást hozta a bőröm állapotában. Talán 2 éve használtam először, és tényleg radikálisan megváltozott tőle a bőröm. Azt fontos megjegyezni mindegyik terméknél, hogy ne várjatok arra, hogy egyszer kipróbáljátok és másnapra eltűnik az összes pattanásotok, legalább egy hónapot várjatok a vélemény formálással, mert annyi idő legalább kell, hogy látványos változásokat tudjatok elérni, de ezt tényleg mindenképp próbáljátok ki, mert nekem rengeteget segített. Egyébként a videóban említett szerintem összes termékről vagy beszéltem már korábban videóban, vagy volt róla részletes bejegyzés, mindent be fogok linkelni, ha esetleg valamelyik jobban érdekelne benneteket, na meg persze Krémmánián is olvassátok el az értékeléseket, ha esetleg nekem nem hisztek, akkor higgyetek annak a nagyon sok embernek, akik szintén ezekre esküsznek. A harmadik márka az pedig az Eucerin, és ebből az Aquaporin termékcsaládot szeretem nagyon, ami inkább nekem a zsíros bőröm eltüntetésében segített, és ami kifejezetten a pattanások kezelésében volt nekem nagyon jó, az a Dermopurifier éjszakai arckrém, és összességében az összes itt említett arckrémről el tudom nektek mondani, hogy mindegyik nagyon könnyen beszívódik, és abszolút matítja is a bőrödet, mert nekem egyébként a pattanások kéz a kézbe járnak mindig a zsíros bőrrel is, és ezek a termékek egyszerre ezt a kettőt tudják segíteni. Ami pedig a dekor kozmetikumokat illeti, mindenképpen akartam nektek ajánlani a kedvenc alapozómat, ami nem más, mint a Vichy Tint Ideal. Ezt is talán már 2 éve használom, és teljesen imádom. Rengeteg alapozót kipróbáltam már, és ez az, ami egyértelműen a legnagyobb kedvencem közülük. Ennek sokkal folyékonyabb az állaga, mint a legtöbb alapozónak, tehát ha mondjuk a kezedre raksz belőle egy kicsit, akkor annyira folyékony, hogy szó szerint le tud folyni róla, de emiatt sokkal könnyebb eloszlatni a bőrön, és ezerszer természetesebb lesz a végeredmény, úgyhogy én imádom, mindig ezt használom. Kifejezetten zsíros bőre van, szóval nem fog tőle kifényesedni a bőröd, attól függetlenül is, hogy ez egyébként egy ilyen illuminizáló alapozó, soha nem tudom, hogy létezik ez a szó magyarul. A lényeg, hogy ad egy kis fényt az arcodnak, de nem kifényesíti a bőrödet, hanem egy ilyen természetes csillogása, természetes ragyogása lesz. Ebben mindig bajban vagyok, hogy ezt hogy magyarázzam meg, mert nem akarom, hogy azt higgyétek, hogy fénylelni fog tőle az arcotok, csak egy ilyen kellemes, természetes ragyogást ad neki, úgyhogy ezt is imádom. Ha már van pattanásod, és azok eltüntetését, elrejtését illeti, akkor egyrészt van az Eucerinnek már a korábban említett Dermopurifier termékcsaládjából egy korrektorja, amivel egyrészt semlegesíteni tudod a színét, de ami igazán jó benne, hogy ez nem csak egy átlagos korrektor, ami elfedi a bőrhibáidat, hanem olyan anyagokat tartalmaz, ami segíti is a pattanások eltüntetését. Maga a korrektor, tehát a fedő tulajdonsága nem a legszázszázalékosabb, nem ez fogja a legtökéletesebben elfedni a pattanásaidat, viszont tényleg segít abban, hogy azokat eltüntesse, úgyhogy mindig el szoktam használni, amikor ilyen kis kezdő, kialakuló félben lévő pattanásaim vannak. Amikor meg valami olyan helyre megyek, hogy tényleg szeretném, hogy 100%-osan eltűnjenek a pattanások, akkor a jó öreg, jól bevált Catrice kamuflás korrektort szoktam használni. Ez a termék nem kifejezetten pattanásokra van, ez egy átlagos korrektor, de az összes korrektor közül, amit eddig próbáltam, nekem ez vált be legjobban, nagyon magas a fedése,
és egyszerűen csak az ujjatokkal felviszitek azokra a helyekre, ahol szeretnétek egy kis extra fedést, és nagyon-nagyon jól teljesít. Hú, nehéz ennyi termékről egy videóban beszélni, mert semmit sem akarok kihagyni, de egyikről sem beszélhetek túlságosan sokat, hogy ne legyen olyan hosszú a videó. A lényeg, hogy ezeket bátran ajánlom nektek, és tényleg próbáljátok ki, ha a pattanásoktól szenvedtek. A leírásban pedig megtaláltok mindenféle hasznos linket, kommentben pedig írjátok meg, hogy nálatok mik a leginkább bevált termékek, illetve ha van pár extra tippetek, azt is osszátok meg velem. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!